Szeretettel köszöntöm a kedves Értv nézőket, Értéka magazinunkat láthatják, amelyben Székehídról jelentkezünk, nem mentünk ezúttal túl messzire, ugyanis a Székehídi Levendula farmon vagyunk, Csorján Barnánál és kedves feleségénél, Csorján Mónikánál. Sziasztok, köszönjük szépen, hogy fogadtatok bennünket. Köszönjük, hogy jöttetek. Említetted, amikor telefonon egyeztettünk a forgatásról, Barna, hogy szeretnéd, hogyha mindenképpen úgy történne a forgatás, hogy a kedves feleséged is jelen van. Ebből nekem rögtön az következett fejben, hogy hát akkor biztosan együtt találtátok ki ezt a kis vállalkozást, amit nem olyan rég megfogant Székehídon. Elmesélitek ennek a történetét, hogy kitől jött az ötlet, kitől jött a megvalósítás, vagy ez hogyan fejlődött ki, hogy ezt ti ketten létrehozzátok? Sokan úgy gondolják, hogy székehídiként ez csak az én saját ötletem volt, de ez csak részben igaz, ugyanis az édesapám annak idején, mikor ezt a telket vette, ami ugye a családi telek, mikor megvették ezt a házat is, akkor arra gondolt, hogy szükség lenne egy olyan telekre, ahol lehetne gazdálkodni. És egy olyan telekre, ahol majd később a gyerekei is tudnak valamilyen formában érvényesülni. Sajnos, mikor mi iskolások voltunk, akkor túl sok segítséget neki ebben nem nyújtottunk. Viszont később, látva, hogy vannak a teleknek adottságai, arra gondoltam, illetve még volt egy olyan momentum is az iskoláskor vége fele, amikor Karancsi tanár úrral arról beszélgettünk, hogy a mai világban is a Székehíd adottságok mellett talán jó lenne egy Székehídon is foglalkozni virágkertészettel. És amikor én beiratkoztam az egyetemre, akkor párhuzamosan két szakot választottam, az építőmérnökit, illetve a kertészmérnökit. És hosszú távon mégis az építőmérnöki mellett döntöttem, viszont a kertészmérnökiről soha nem mondtam le valamilyen formában. Azon belül is virágkertészet lett volna, amiről beszéltünk akkor Karancsi tanárról is, és ami engem is érdekelt. Aztán később ugye egyetem, egyebek, ezek a kertészmérnöki vágyak úgy feledésbe merültek. Aztán amikor megismerkedtünk a feleségemmel, aki szintén tömbház lakásban szeretett kertészkedni, akkor elkezdtünk ezen gondolkozni, hogy milyen jó lenne egy levendula farmot létrehozni, de Móninak is adok lehetőséget, hogy beszéljen az ő részére. Igen, nagymamám szilágysági, és nagyon szerette a mezei virágokat, úgyhogy a virág szeretet azonnal jön, mindig gyűjtött magának mezei virágokból csokrot, és persze minden nyarunkat ott töltöttük kint vidéken, segítettünk a gazdálkodásban, amit csak tudtunk így gyerekfejjel, és megmaradt a szeretet, mert édesanyám is szereti a virágokat gondozni, úgyhogy hát amennyire a tömbház megengedte, próbálkoztam én is, de mindig is kertes házra vágytam, és telekre, úgyhogy ez most összejött, és jó ötletnek tartottam, amikor így beszélgettünk egymás között, hogy mi lenne, hogyha ezt a telket kihasználnánk valamilyen szinten, mert ugye a levendula nem igényel olyan nagyon jó termőföldet, úgyhogy ez jó ötletnek bizonyult. Ez a telek, mint felhasználási mód, levendula ültetvényként. Mit igényel a levendula? Főleg napfényt. Ez az első számú, legfontosabb dolog, amit a levendula igényel. Teljes napsütést. És bármilyen termőföldben el van kivéve az agyagos földet, azt nem igazán kedveli. Azon kívül pedig az ollót szereti még nagyon. Vagyis évente kétszer ajánlott metszeni, és ettől maradnak a bokrok szépek és túsak. Hogyan fogtatok neki a levendula farm létrehozásának? Volt már egy szakmai tudásotok erről, vagy nem is gondoltatok erre, hanem ilyen úgymond hályok kovács módjára így belefogtatok, hogy akkor ültessünk, és meglátjuk. Hát először is ellátogattunk néhány ültetvényre itt a környéken, illetve külföldön is, Magyarországon, Tihanyban is voltunk. Kicsit szétnézzünk, ötleteket merítsünk, és azon kívül rengeteget olvastunk, tehát nagyon utána néztünk, hogyan is kellene termeszteni, hogyan fogjunk neki. De átadom a szót én is. Hát igen, ez az utánaolvasás az abban nyilvánult meg elsősorban, hogy este későn Móni mindig előjött, hogy nézd csak, most azt olvastam, a levendulának ez kell, az kell, amaz kell. Ugye azt tudni kell, hogy Móni informatikus, tehát így az interneten való böngészés ez alapvető dolog volt, mikor a levendulát elkezdtük termeszteni, és hát rengeteget utána olvasott felhasználással kapcsolatosan, termesztéssel kapcsolatosan. Annyit még próbaként megtettünk, hogy több helyről hoztunk levendula palántákat, és kipróbáltuk, hogy mi az, ami szereti mégis ezt a mi földünket, és
egy nagy károlyi kertészetből szereztük be aztán azokat a palántákat, amiket kisültettünk. A talajjal kapcsolatosan még annyi, hogy ugye köztudott, hogy ezt a környékünket itt a Székelyhídon szíknek hívják. Tehát a termőtalaj az elég jó, viszont vannak benne szikes foltok. Viszont a levendulának ez sem akadálya ahhoz, hogy fejlődjön, meg növekedjen, és akkor azért is gondoltuk, hogy akkor próbáljunk. Egy kicsit eltérne a hagyományostól, míg a szomszédok is azt mondták, hogy olyan jó, hogy végre már van valaki, aki nem csak tengeri termeszt, vagy búzát, vagy krumplit, hanem egy kicsit próbál változtatni a régi dolgokon. Említetted, mikor beszélgettünk, hogy mennyire trendi az, hogy levendulával foglalkozunk. Most bennünket a trend nem feltétlenül befolyásolt. Olyan szempontból befolyásolt csak, hogy lehetőséget adott arra, hogy körül tudjunk nézni, tudjunk dokumentálódni, lássuk élőbe is, meg tudjuk fogni a levendulát. Nem csak azt, hogy interneten láttuk és hallottuk, és szép elméleti dolgokat tudtunk meg róla. Mónika, említetted, hogy nem túl igényes a levendula, évi két metszésre van szüksége, de ezen kívül nyilván dolgoztok benne rengeteget. Hogy néz ki egy évetek, vagyis igazából az érdekelne, hogy egész évben teljesen igénybe vesz benneteket? Igényli az ápolást, az odafigyelést a levendula, vagy csak így a szezonban, úgymond? Igen, a szezon munkák azok a nagyobb munkák. Tehát a szed magad nap előtt előkészíteni az ültetvényt, és a meccés is elég nagy munkának számít azért, mert időigényes. Pedig már szed magad nap után. Igen, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a júniusi hónap az nagyon elfoglalt részünkről, és még az őszi meccés is azért igénybe vesz minket. Évközben azon kívül, hogy a gazt próbáljuk kontrollal tartani, másra nincsen szükség. Mi történik télen egy levendula farmon? Télen, amikor barátok kérdezik, hogy van a levendulásatok, vagy hogy vannak a levendulák, akkor arra szoktam válaszolni, hogy alszanak. Mivel egy cserjéről van szó, ugye, mint a fák is, hogy vissza vannak nyírva, és akkor szépen lehullik a level, ugye eltűnik minden zöld, és úgy néz ki, mint valami gaj az egész, tehát semmi különösebb formája nincs. Sőt, sokszor tavasszal is, hogyha nem jön még a számára kedvező ide, akkor ugye elkeserít, mert nem tudjuk eldönteni, hogy most akkor mi történt a levendulákkal. Féltünk, hogy a fagy azért működött benne, de hála Istennek nem történt ilyen probléma eddig. Tehát nagyon kevés palántánkat vitte el a fagy. És köszönjük szépen, szeretik a helyet és a fagyot is bírják egész jól. Azon kívül, hogy a már említett szed magad akciókon virágot szedhetnek maguknak, levendulát szedhetnek maguknak az érkező vendégek, fogyasztók, tehát magán a virágon kívül mit lehet még nálatok kapni, ami levendulás? Ugye engem már kínáltatok nagyon ízletes limonádéval, de másodlagos termékelőállítással foglalkoztok-e? A limonádé az csak általában, amikor szed magad akciónk van, akkor ilyen welcome drink féleképpen van nálunk előállítva, és olyan formában használjuk, illetve saját használatra. Amit csinálunk belőle, az, hogy mikor vége van a szed magad időszaknak, ami körülbelül egy ilyen kéthetes időszak időjárástól függően, akkor egyenként végignyírjuk az összes bokrot, és találtunk egy engedélyen rendelkező céget, akik feldolgozzák. Tehát egy desztilláló berendezéssel lepárolják. Felforralják a vizet egy kazánban, csöven keresztül végigvezetik a forró gőzt, az bevezetik abba az üstbe, hova bele van taposva a levendula, és aztán egy spirálrendszerrel, mint a pálinka főzésnél egy hasonlóképpen alkalmazott spirálrendszerrel lecsapódik, és akkor az aljára lerakódik a levendula víz, a tetejére pedig feljön az olaj, és akkor a végén ezt külön választják, és akkor ez lesz a végtermék. Na most egyelőre ilyesmink van még, amit létrehozunk a levendulából. Nagyon sokan kérik a szárított virágokat, viszont egyelőre nem nagyon van helyünk, hogy foglalkozunk azzal, hogy nagyobb tételbe levendulát szárítsunk, illetve még amit szoktak kérni, ez a levendula teja, vagy a morzsolt levendula, hosszú távon talán majd, ha több időnk lesz, mivel közben még építkezünk, még most költöztünk haza Székelyre, és most próbáljuk rakni a fészkünket, de ha több időnk lesz, akkor talán.
Meg ami nagyon nagy probléma az, hogy emberhiány van. Tehát a családon kívül még egy-két barát van, aki segít, de nem nagyon találunk embert, aki tudnánk alkalmazni, hogy hosszú távon is segítsen, akár kapálás, akár egyéb megmunkálással kapcsolatosan. Na, hogy akkor hosszú távon van arra tervetek, hogy fejlesztenétek a levendula farmot gyártásban és hasonlókban? Mindenféleképpen szeretnénk fejleszteni, viszont ami a legfontosabb, azt többeknek is mondtam, hogy nem az első számú célunk az az, hogy egy jó bizniszt csináljunk a levendulából, hanem valamit próbálunk létrehozni egy közösségi térként is itt Székelyhídon, hogy legalább abban az időszakban, amikor itt virágzik a levendula, akkor tudjunk valamit adni Székelyhídnak. Mikor mi hazaköltöztünk, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy butaságot csinálunk, miért költözünk városról falura, miért Székelyhídra jövünk, mert az a tipikus hozzáállás, hogy nem lehet ott csinálni semmit, mert hogy Székelyhíd, és erre mi azt mondtuk, hogy hát próbáljunk meg valamit csinálni, és azért mikor a nevet is választottuk a levendula farmnak, nem úgy szerettük volna, hogy rólunk szóljon az egész, hogy Csórján levendula farm, vagy Csórján levendulás, hanem azt mondtuk, hogy legyen székelyhídi levendulás, hogy valamit próbáljunk adni mi a településnek ilyen formában. És a közösségi tér létrehozása az már olyan szinten is létrejött, hogy a Szedd Magad akcióval nagyon sok levendula mániás vendégünk van, de nem csak. Illetve barátaink, ismerőseink ellátogatnak hozzánk. Igen, épp akartam kérdezni, hogy milyen volt a fogadtatás, amikor, ugye, mint ahogy ez kisebb települések elleni szokott, elkezdett elterjedni a hír, hogy a Csórjánék mire készülnek, ó, levendula, hagyjad bán meg egyáltalán, de hogy amikor úgymond a kétkedők, vagy bárki ellátogatott először hozzátok szedni, vagy csak megnézni, milyen visszajelzéseket kaptatok, vagy kaptok mai napig? Kimondottan kétkedők nem voltak ilyen szempontból, hogy ebből nem lesz semmi, vagy hogy felesleges, hanem a szomszédok is, akik jöttek átnézni, feltétlenül pozitívan értékelték azt, hogy végre van valami új. A barátaink is, akik tudták. Annyi, hogy nagyon sokan nem tudtak róla. Tavaly pedig, mikor az első Szedd Magad napot rendeztük, akkor jött egy hirtelen nagy zuhé, és elmosta az egészet. Tehát nem volt lehetőség arra, hogy a híre jobban terjedjen. És ami furcsa volt, az az, hogy Váradról is, illetve Szalontáról is például tavaly voltak vendégeink, akik eljöttek meglátogatni bennünket a szakadó eső ellenére is, és eljöttek fotózkodni is, vagy eljöttek levendulát szüretelni, és sokan kérdezték, hogy hol van székelyhídi levendula farm, és nem tudtak választ adni a helyiek. Még a közvetlen szomszédok sem, pedig tudták, hogy foglalkozunk vele, de hát akkor még nem terjedt el a híre. Nagyon mondom, mi se akartuk nagy dobra verni, mert még azt se tudtuk, hogy tulajdonképpen ennek hosszú távon milyen módon is lesz a menete. De mindenképpen pozitívan álltunk hozzá, a családtagok is támogattak bennünket a lehetőségekhez képest, úgyhogy pozitív, mindenféleképpen pozitív volt mindenkinek hozzá. Ezt kérdezem most mind a kettőtöktől egyfajta zárásként. Milyen érzés önt el benneteket, amikor kijöztök és látjátok és érzitek ezt az illatot, és most is nem tudom a felvételeken mennyire fog hallatszani, de hogy a méhek duruzsolása ez egy ilyen nagyon relaxáló, ilyen folyamatos alapzajt ad. Milyen ránézni a munkátokra, vagy kijönni és csak szívni egy friss levegőt? Hát nekem nagyon jó érzés, olyan üdítő és nyugtató egyszerre, és a szabadság érzetét adja, amikor itt szétnézek a lila özön mögött. És jó látni azt, hogy a kezünk munkájának van gyümölcse. Látni az ültetvényt, a palántákat, amilyen szépen fejlődnek, és betelni ezzel az illattal. Hát férfi létemre én is, ugye általában az az elfogadott a férfiakról, hogy nem szeretik a virágokat. Hát én nagyon szeretem a levendulát is, meg nagyon szeretem, akár nyírom, akár kapálom, amikor egy kicsit úgy reggel még, mikor párás is, akkor úgy megbolygatózik, és akkor van az igazán teli levendula illat, illetve már szinte zamattá forrik az ember szájában. Tehát én is nagyon szeretem, illetve nagyon örülök annak, hogy az emberek örülnek neki, akik ide látogatnak hozzánk. Tehát nagyon nagy örömmel töltött el, például a héten is, mikor láttam azt, hogy kislányok jöttek, és akkor úgy elgondolkodva, elmélázva, simogatták a bokrokat, és sétáltak itt közte. Tehát valami ilyesmi az, amiért mi létre akartuk hozni ezt az egészet, hogy valami ilyesmi is legyen. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a rengeteg élményt és munkát és eredményt megosztottátok velünk is ebben a beszélgetésben. Kívánjuk, hogy ez a közösségi cél ezt teljesüljön be a jövőben. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a nézők figyelmét is.
kövessék továbbra is az Értéka magazint, vagy akár látogassanak el a Székelyhídi Levendula farmra. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!